Sziasztok! Akkor most gyorsan daráljuk le az alapbeállításokat. Első állomásunk nem más, mint a DaVinci Resolve menüpont. Ezt a kijelző bal felső sarkába találjuk, és itt válasszuk ki a Preferences-t. A baloldali lehetőségek közül válasszuk ki a Systemet. Nekünk a második lehetőség kell, ez az opció az, hogy előre mennyi RAM-ot is foglaljon le ez a szoftver. Alapbeállításként négyig az tökéletesen elég. Akkor lépjünk is tovább, a következő menüpont nem más, mint a Media Storage. Ezzel a beállítással azt tudjuk meghatározni, hogy melyik könyvtárból húzza be a videóinkat. A következő menüpont a ki és a bemeneti jelekkel fog foglalkozni. Ez azért fontos nekünk, mert itt található a videókártya gyorsításnak az az opciója, hogy milyen eljárással dolgozzon. Ezt most hagyjuk automatikán, nem annyira fontos, hogy ezzel foglalkozunk, csak azért mutattam meg, ha mondjuk lefagy vagy akad ez a program, abban az esetben itt kell változtatni a leíró nyelven. Az OpenCL általában az AMD működik nagyon jól, a CUDA pedig az NVIDIA. Az utolsó menüpont az audio, ami nekünk fontos, azért is érdekes, mert itt lehet betölteni a külsős VTS audio effekteket. Semmi extra. Na, lépjünk is. Most, hogy az alapdolgokat beállítottuk, jöhet a következő, a Project beállítások. Ezt a File alatt megtaláljuk, és ott a Project Settings. Nem akarlak titeket lefárasztani, úgyhogy csak négy dolgot fogok itt felsorolni. Az első, ami nagyon fontos számunkra, az a Master Project Settings, itt lehet beállítani a videóval jellemző dolgokat. Itt tudjuk beállítani, milyen felbontással dolgozzunk, a képkocka számot, és egyéb beállításokat. A következő fontos beállítás a General Option. Itt kimondottan a munkamenetünkre kiható beállítások találhatóak meg. Azt meg kell említenem itt, hogy ha mondjuk gyengében jeleníti meg a gép a képedet, vagy mondjuk nem jó minőségben, itt kell keresned a megoldást az Optimized Media alatt. A következő az autómentés. Ez alapból ki van kapcsolva, úgyhogy érdemes bekapcsolni. És én azt mondom, hogy elég szerintem 5 percenként menteni fő a biztonság, úgyhogy ezt állítsuk át 5 percre, és mehetünk is a következőre. Az utolsó menüpont nem más, mint a billentyű kombinációk beállítása. Itt bármihez bármit hozzá tudunk rendelni, így tudjuk felgyorsítani a munkát. Remélem eddig nem ördöngösség a dolog, úgyhogy kezdjünk bele a tényleges munkába. Most, hogy végeztünk a beállításokkal, elkezdhetjük végre az érdemi munkát? Hát igenis, meg nem is. Első lépésként töltsük be a videóinkat és képfájlainkat. A Blackmagic oldalán nagy betűkkel van a DaVinci mellett az kiírva, hogy Work with everything! Szuper! Ha igaz lenne. Azért is okoz egy kisebb fennakadást nálam az, hogy olyan konténer formátumokat, mint az MP3 vagy a tömítetlen AVI nem volt hajlandó betölteni. Nem, hogy nem töltötte be, de nem is lehet látni a fájlkezelőben. Elsőre azt hittem, hogy ez valami korlátozás, de sajnos nem az. Ha egy programnál azt írják, hogy támogatja az MP4-et, az nem jelenti azt, hogy minden MP4-et támogat. Még tetézi a bajt az is, hogy a profitnak szánt szoftvereknél is az szokott történni, hogy külsős kódek pakkokra szoktak hagyatkozni. Általában ez okozza a zavart. De nem. Úgy néz ki, hogy alapból nem támogatja a keretrendszer az avikat. Hát ezt megszívtuk kategória. Na, akkor összekészítettem pár formátumot, amit általában használni szoktam, ezzel kezdjük. Kezdjük az AVI-val, utána MKV jön, MP3, MP4, MTS, OGM, egy kis képszekvencia, WAV, TIFF, Sony RAW, PSD, PNG, Nikon RAW és JPEG. Na, akkor kezdjünk bele. A DaVinci alkalmazásban az első oldal, ami köszönt minket, ez a Media Storage. Itt tudjuk betölteni szépen a kis media fájlainkat. Itt a bal felső sarokban van a lista, kiválasztjuk a formátumot, igen, és itt is van. AVI, nézzünk bele az AVI-ba, semmi. MKV, semmi. MOVE, természetesen működik. MP3, semmi. MP4, elkezd tölteni, aha, na itt a hiba. Már az első mutatja, hogy média offline, azaz nincsen kódek hozzá. Minden kódek fel van telepítve, úgyhogy elméletileg működnie kellene. A másik kettő tökéletesen működik, ez érdekes. Igazából ezzel nincsen semmi meglepő, hiszen ez egy professzionális szoftver. És inkább fényelő szoftver, mint vágó szoftver, így mondjuk az MTS-nek tökéletesen működnie kell, így is van. Igazából az OGM-et csak poénból tettem be, de ez sem működik. Szekvencia, képszekvencia, tökéletesen jó, működik, szuper. És a végezetül csak az íze miatt egy kis WAV. Akkor térjünk át a képekre. JPEG, avagy JPEG az látható, PNG egy kis hibával látható, úgy látszik az alfa csatornát nem tudja rendesen kezelni, de ettől függetlenül teszteltem már is, semmiféle problémát nem okoz a jelenetben.
Igen, akkor PSD, ez egy 8K-s PSD, tökéletesen jó, és végezetül TIFF. Ami hiányzik, a két RAW fotó, a Nikon és a Sony RAW. Hát akkor összegezzünk. A legnagyobb hiba szerintem ennél, hogy egyáltalán nem kezi az MP3-at. MP4-et is immelámmal, avit egyáltalán, de szerencsére az MTS-eket azokat kezeli. El ne felejtsük, ez egy profi szoftver. Leforgatod szépen az anyagot, ebbe beledobod, megvágod, fényeled és kirendeled. Kb. Erre való az a szoftver. Arra sajnos nem tudom, hogy mennyire fog jó lenni, hogy AMV-t készítsünk, de mindenképpen meg fogom próbálni. Köszönöm a figyelmet, Gregory voltam, és akkor holnap belekezdünk egy jó kis vágásba. Sziasztok!